DAC vezető fizioterapeutája vagyok. 2 éve kerültem a csapathoz, az akadémián kezdtem. Igazából a sport mindig az életem része volt, 11 évig kajakoztam, majd az egyetem elvégzése után az akadémiára kerültem, és onnan pedig az A csapathoz. Kollégáimmal együtt az a feladatunk, hogy a játékosoknak, tehát egészen a prevenciótól, a sérülés megelőzésétől, a sérülések rehabilitáció és visszatérése a pályára, ez a mi fő feladatunk. Začal som pracovať na Mládežníckej akadémii. Pracoval som s týmami od U19 nižšie, až od týmov od U13 po U19. Minulý rok ma preradili do A týmu Dunajskej Stredy, kde pracujem naďalej ako fyzioterapeut. Naša práca spočíva najmä v diagnostike tých prvotných akútnych zranení alebo aj liečbe tých dlhodobých nejakých chronických bolestí, ktoré môžu mať nejakí futbalisti. Közel 10 éve dolgozom a A csapatnál. Előtte Várkonyon dolgoztam, úgymond a régi DAC B-ben. Többnyire a regeneráció bebiztosítása az a én feladatom. Ebbe beletartoznak a szauna, a jégkád, és ez mellett, hogy regeneráció csinálom, ebbe beletartoznak a masszázsok, mellette még a kollégáknak segítek, a fizioterapeutáknak a munkájukba. Egy napunk úgy néz ki itt a DAC-ban, hogy reggel állapotfelmérés van azoknál a játékosoknál, akik jelzik, hogy van ilyen problémájuk, hogy fájdalmuk van. Majd az edzővel egyeztetünk, hogy ki mehet az edzésbe, hogy ki csatlakozhat az edzéshez, illetve ki dolgozik individuálisan. Majd a kollégámmal elosszuk a napi teendőket, feladatokat, ki melyik játékossal fog foglalkozni, és időbenileg is hogy osszuk be. Mimo diagnostiky riešime aj nejaké terapeutické plány multidisciplinárne, takže spolupracujeme s tímovým doktorom alebo aj kondičným trénerom. A na základe toho potom nastavujeme nejaké tie krátkodobé aj dlhodobé plány. Meccs előtt már tényleg csak ilyen a bemelegítés, esetleg ilyen mobilizációs gyakorlatokat végzünk a játékosokkal, illetve meccs után még a regenerációra figyelünk oda náluk, hogy az megfelelő legyen. Mérkőzés előtt ugyanúgy feladatom, hogy a játékosok a mérkőzés előtt fel legyenek lazítva, masszázsok, ugyanúgy tejpelések, ugyanúgy ezek a ragasztások, kinek milyen problémája van. Még mielőtt ide kerültem volna dolgozni, azelőtt is már jártam DAC meccsekre, tehát nekem a DAC mindig is ott volt a szívemben, tehát teljesen másképp élem meg itt a meccseket, mint egy átlagos fizioterapeuta. V posledy sa s mojim kolegom Palim doplňame v rámci tých terapií, či už je to v rámci rozdelenia práce, alebo aj iného, trošku iného prístupu, ale obidva sa snažíme zostať naozaj podľa tých posledných evidencií, podľa tých najnovších výskumov, aby sme pracovali. A myslím si, že to je veľká výhoda v našom klube, že sa snažíme naozaj vzdelávať a pracovať podľa toho. A mérkőzés alatt meg az a feladatom, hogy a doktor úrral mink biztosítsuk a első segít a pályán. Mi vagyunk a Ripper fivérek, úgymond a közösségben.